Honnan tudod, hogy az a személy, aki melletted van, pontosan neked való? Életünk során számos emberrel ismerkedünk meg. Honnan tudhatjuk, hogy az, aki mellettünk van, pontosan nekünk való-e? Tényleg a számunkra az igazi? A felsorolt jelek arra utalnak, hogy a lehető legtökéletesebb ember van mellettünk. Elsősorban az azonos életfelfogás. Az életről alkotott felfogásunk nagyon megegyezik, például mindketten úgy gondoljuk, hogy egészséges életmódot kell élni, vagy hogy néha szükségünk van egy kis énidőre. Minél több a közös bennünk, annál erősebb a kapcsolat. A kapcsolat egyik legfontosabb célja, hogy jobbak legyünk, közösen fejlődjünk. Ha ugyanaz az érdeklődési körünk, akkor ez könnyen menni fog. Fontos a pénzről való felfogás. Fontos, hogy ugyanaz legyen a pénzről a véleményünk, vagyis mindkettőnknek ugyanannyira legyen fontos. Ha az egyik spórol, a másik ne költekezzen, és fordítva. A felmérések szerint egy kapcsolatban a pénz körüli nézeteltérésekből adódnak a legnagyobb viták. A beszélgetések nem csak a hétköznapi dolgokról, mint például időjárásról, munkahely problémákról kéne szólnia, hanem néha nagyon mély és fontos lelki beszélgetésekre, álmodozásokra is sor kerül. Nem csak a boldog pillanatokban vagyunk egymás segítségére, hanem ugyanolyan nagy az összetartás a bajban is. Fontos, hogy külsőleg is találjunk. Ha megyünk az utcán, már nem egyszer mondták, hogy micsoda szép pár, hogy mennyire találtok. Ez nagyon fontos. A veszekedésre nem kéne túl sok energia elmenjen. Természetesen minden kapcsolatban van nézeteltérés, de fontos, hogy ne fektessünk túl sok energiát bele. Jussunk kompromisszumokra, és béküljünk ki. A nyaralások nagyon fontosak, hogy a két pár ne akarjon sose külön-külön menni. Tehát ha együtt megyünk nyaralni, vagy kirándulni, akkor együtt megyünk, és nem külön. Még egy nagyon fontos aspektus, hogy ugyanaz legyen az elképzelésünk az intim életről, ugyanolyan vágyaink legyenek. A kutatósok szerint minél szenvedélyesebb egy kapcsolat az elején, annál hamarabb lesz vége. Tehát osszuk be a vágyainkat. Az állatok és gyerekek szeretete egy őszinte mély érzésű emberre jellemző. Minden bizonnyal nagyon jó apa lesz belőle. Nagyon fontos, hogy a párunk tudjon kommunikálni. Könnyen szóba áll bárkivel az ilyen típusú ember, nem gátlásos, de nem is túl tolakodó. A tökéletes ember nem kell manipulatív legyen, nem akar mindenáron irányítani, megpróbál megérteni és együtt működni veled. A legutolsó jellemző, ami arra utal, hogy a párod, aki melletted van, tökéletes, az az, aki nem kételkedik. Tisztában van vele, hogy mennyire szereted, és te is érzed, hogy nagyon fontos vagy számára.